ebben az üvegvitrinben Sós Mihály balon tervező és gyártó, hőllékbalonos pályafutásával kapcsolatos néhány emlék található. A vitrin tetején az a dísztárgy, ami még Nothely Szantallal, aki szintén ikonikus gyártó volt, együtt töltött időkre emlékeztet. Mindkettőjük íróasztalát díszítette, és a Pécs városához köthető gyártást szimbolizálja. Sós Mihály repülőgépészeti szakmérnök a BÁV textilüzem, mint hőlékbalon gyártó főmérnöki pozíciójába fogadott el felkérést, majd pár hónap után saját cégeiben, a hét kontinens ballonban, a Sós és társában és Sós balon néven 1989 és 1996 között folytatott tervezői és gyártási tevékenységet. Ennek érdekesebb állomásai a hagyományos ballonok mellett az egyetlen magyar hűlékszálló, az első magyar különleges alakú ballon, és az egyszemélyes ballonok fűződnek nevéhez. A vitrin mellett szintén egy érdekesség egy rádiótávirányítású hűlékszálló buvik meg a tárolózsákban.